sötét van. Egészen más, mint a paraidi bánya. Nikolaus Kopernikusról elnevezett teremben érkeztünk meg. 1785-ig tartott itt a kősónak a kitermelése. Kopernikus 1493-ban tett látogatást a Biericskai sóbányába, és miután ő volt a legelső turista, születésének 500. évfordulója alkalmából emelték fel ezt a sóból készült szobrot, amelyet Vladislav Hapek, cseh bányász, amatőr szobrászművész készített el. A szobron kívüli érdekesség itt is, ha megtetszenek nézni, a biztosítási rendszere a bányának, ami körbevesz minket, ez a mágiarakásszerű dúcolás, ami megtartja az oldalfalakat és a fölöttünk lévő födémet. És a szobor mögött egy másfajta módszert alkalmaztak a bányászok, az úgynevezett orgonasípos biztosítási rendszer. Felnézünk a mennyezetre, látható egy téglalap alakú mélyedés, amely arra utal, hogy a 18. század végéig itt is nyílás volt a felszínben. És ha megtetszenek nézni a termet, ez egy kör alakú terem, amelyet a lovak tapostak ki ilyen kör alakúra, mert itt is lójárkányok dolgoztak, és azoknak a segítségével történt a felszínre szállítása a kibányászott sónak. Ha lenézünk a lábunk alá, akkor a padló is csiszolt sóból van, és a bányászok itt helyben csiszolták le ilyenre. Hát a fényét pedig az adja meg, hogy több mint 1 millió turista, aki meglátogatja a bányát, egyszer mindenkinek át kell jönni itt, igen, évente. Úgyhogy ez a takarítás ezzel meg is van. Nyitott volt, hogy ilyen csukott.